Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunk témája a vegetáriánus étrend fajtái, előnyei, hátrányai. Vendégem Vági Zsolt, dietetikus, táplálkozáskutató. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük azzal, hogy mi is pontosan a vegetáriánus étrend, mi a fajtái vannak, illetve mi a különbség a vegán étrenddel. Alapvetően a vegetáriánus étrend az azt jelenti, hogy mellőzzük a hús és különböző állati eredetű termékeknek a fogyasztását az étrendből. Az alap az az, hogy a húsmentesség, és akkor ennek vannak különböző szigorúbb és kevésbé szigorúbb formái. A két fő csoport van, ami tulajdonképpen a leggyakoribb, és ezt követik a legtöbben, ez a laktó- és ovo-vegetáriánus táplálkozás, vagy a kettő együtt. Az egyik az azt jelenti, hogy tejterméket fogyaszt, a másik pedig azt, hogy tojást, vagy a kettőt együtt, és csak a húst és halat kerüli az étrendből. Illetve vannak olyan vegyesebb táplálkozási formák, aki például halat fogyaszt, ezt peszko-vegetáriánusnak hívják, de mondjuk más melegvérű állatok húsát nem fogyasztja már. Illetve van a vegán táplálkozási forma, akik pedig semmilyen állati eredetű terméket, tehát sem tejtermékeket, sem tojást, illetve van, aki még mézet sem fogyaszt, mert hogy ugye az is például a méhek halálához vezethet. Mi pontosan a makrobiotikus táplálkozás? A makrobiotikus táplálkozás az egy ilyen keleti vonalról ide nyugatra is eljutó terápiás táplálkozási forma, amit ilyen buddhista alapokra helyezve tulajdonképpen rák prevencióra vagy daganatos betegségek kezelésére akartak alkalmazni. Ez már egy nagyon szigorúbb formája a vegetáriánus táplálkozásnak, és sok esetben nem is felel meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, míg a vegetáriánus táplálkozásról ez egyáltalán nem mondható el. Mit gondol, hogyan és mikor jött ez divatba? Tulajdonképpen nagyon régóta van már vegetáriánus táplálkozás, most mindig felkapják ezt, mint téma, pro és kontra mindkét irányból, de hogyha csak néhány nagy nevet megemlítsek, akkor például Tolstoy, Einstein és még sok-sok nagy név, aki már vegetáriánus volt akár több száz évvel ezelőtt is, legalábbis a történelmi adatok ezt mondják. Ugyanakkor egyre nagyobb az egészséges táplálkozás hívőknek a száma Magyarországon is, meg Európában is, és ez hozza magával azt is, hogy a vegetáriánusoknak a száma is növekszik. Ez körülbelül egy nyugat-európai országokban általában olyan 7-12% a lakosságnak, aki vegetáriánus. Németországban és Nagy-Britanniában egyébként a legnagyobb. Mi így az alsó részen járunk e tekintetben. Milyen vitaminoktól, illetve ásványi anyagoktól fosztja meg magát, aki átáll erre az étrendre? Én tulajdonképpen azt mondom, hogy semmilyentől, hiszen minden étrendet lehet jól is, meg rosszul is összeállítani. Tehát, hogyha valaki ezt tudatosan és odafigyelve csinálja, akkor semmivel sem jelent nagyobb kockázatot mondjuk egy vitamin és ásványanyag hiány, mint hogyha vegyes táplálkozáson lenne. Hiszen ha belegondolunk, akkor például lehet akár az is egy vegetáriánus táplálkozás, hogy valaki rántott sajtot eszik hasábburgonyával. Ez természetesen ugyanúgy nem egészséges, mint hogyha ezt valami vegyes táplálkozással követné el. Viszont hogyha az alapjai megvannak az étrendnek, és jól van összeállítva, személyre szabva, akkor semmivel sem jelent nagyobb gondot, hogyha tudjuk azt, hogy mire érdemes odafigyelni. Konkrétan milyen példákat tudnál megemlíteni, hogyha esetleg valaki kihagyja a tojást, tejet, húst, hogyan jut fehérjéhez? Nem is a fehérje a legnagyobb probléma, hiszen alapvetően a szervezetnek nem a húsban lévő fehérjére van szüksége, hanem különböző aminósavakra. Ezek közül is van néhány, amit a szervezet nem tud előállítani. Ezeknek a bevitele, ami hogyha megtörténik, akkor tulajdonképpen nem szenved hiányt semmiben sem a szervezet, és ezt össze lehet válogatni még úgy is, hogyha valaki semmilyen állati eredetű terméket nem fogyaszt. Inkább kiemelném az ásványanyagokat és a vitaminokat, ezek azok, amik gyakrabban okozhatnak problémát, ilyen például a vas, a folsav és a B12 vitaminnak a hiánya, de ezekre is, hogyha odafigyelünk és megfelelően állítjuk össze az étrendet, megfelelően a nyersanyagválogatás, akkor egyáltalán nem probléma.
Gyümölcsökben, zöldségekben felelhetők ezek az ásványi anyagok, vagy pedig kell egyfajta étrendkiegészítő tablettákat szedni? Van olyan, amire azt lehet javasolni, például mondjuk vegánoknál, amire érdemes esetleg valamilyen speciálisabb készítményt, vagy valamilyen módon pótolni, de a legtöbb dolog, például a vas is, illetve a forsav is, az megoldható úgy, hogy növényi alapanyagokból, vagy hogyha valaki fogyaszt, akkor tejtermékekből, tojásból. Egyébként a vitamin és ásványanyag hiány az inkább az ilyen szigorú vegán étrendnél fordulhat elő gyakrabban. Aki fogyaszt tejtermékeket, illetve tojást, ott sokkal-sokkal ritkább. Sőt, lehet inkább azt mondani, hogy a pozitív hatásai azok jóval inkább érvényesülnek, mint ezek a kockázati tényezők. Említette ugye, hogy a legfontosabb, hogy megfelelően legyen a szállítva, az egyére szabva az étrendünk. Milyen egészségügyi problémákhoz vezethet, ha ez mégsem történik meg? A legfontosabb az mindenképpen ennek a három említett tápanyagnak a hiányából következő hiánybetegségek, tehát főleg a vashiányos vérszegénység, illetve a forsav, meg a B12 vitamin is a vérképzésben játszik például fontos szerepet, illetve a gyerekkorban, illetve várandós anyáknál, amik nagyon fontos, a forsav például ugye a belőcső záródási rendellenességek egyik fontos tápanyaga. Mi a helyzet akkor, hogyha egy édesanya próbálja a gyermekét vegetáriánusként nevelni, megfosztja-e valamitől, ami számára fontos lenne a fejlődésben? Megint ugyanaz a helyzet, mint amit az előbb említettem, hogy ha például valaki laktóvegetáriánus táplálkozással szeretné a gyermekét nevelni, az odafigyeléssel nagyon könnyen és nagyon változatosan megteheti. Ugyanakkor nem javaslom azt, hogy valaki erőltetve próbálja meg a gyermekét átszoktatni arra, hogy vegetáriánus táplálkozást folytasson. Ez szerintem saját döntés kérdése is kell, hogy legyen. Ugyanakkor gyermekkorban egy szigorú vegán táplálkozási forma az sokkal több kockázattal jár, nem feltétlenül a gyermek fejlődését szolgálja. Hogyan tud hozzászokni a szervezet ehhez az átálláshoz? Tulajdonképpen nem nagyon kell hozzászoknia, hiszen az étrendünknek úgyis a nagy része az valamilyen növényi alapanyag, tehát gabonafélék, kenyér, pékáruk, zöldségek, gyümölcsök. Hogyha ezt megfelelő módon válogatjuk össze, és még kiegészítjük olyan anyagokkal, amiket jellemzően többet fogyasztanak a vegetáriánusok, ilyen például mondjuk az olajos magvak, hüvelyesek, amik kiváló fehérjeforrások is egyben, akkor az maximum egy-két apró kellemetlenségtől eltekintve semmi átállási procedúrát nem kíván. Ilyen jellemzően például az, hogy az emésztőrendszer nincsen hozzászokva a nagyobb rostbevitelhez, és az okozhat átmenetileg emésztési problémákat, de ilyen kis enyhe formában, például puffadás formájában. Vannak esetleg bármilyen tévhitek azzal kapcsolatban, hogy vegetáriánusok legyünk-e vagy mégsem, amelyeket most érdemes lenne eloszlatni? Nagyon-nagyon sok tévhit van a vegetáriánus táplálkozással kapcsolatban. Alapvetően azért is, mert keverik ezeket a megnevezéseket, és mindent egy kalap alá vesznek, és általában a legszigorúbb formával azonosítják az egész vegetáriánus táplálkozást, tehát a vegánsággal azonosítják az egészet, holott például ez az enyhébb laktóvegetáriánus forma, az egyáltalán nem egy szigorú étrend tulajdonképpen, hiszen nagyon kevés olyan nyersanyagnak a kizárásával jár, ami nélkül ne lehetne meglenni. Például alapvető tévhit az a vegetáriánus táplálkozással kapcsolatban, hogy ezek a hiánybetegségek szinte mindenkinél kialakulnak. Ugyanúgy ki tud alakulni egy vashiányos vérszegénység vegyes táplálkozás mellett is, mint a vegetáriánus táplálkozásnál. Illetve ott van rengeteg olyan civilizációs betegség, aminek az előfordulási aránya az jóval nagyobb azoknál, akik húst is fogyasztanak. A vegyes táplálkozás, illetve az a nyugati típusú, nem túl rostban, nem gazdag, nem túl vitamin és ásványanyag gazdag étrend nagyon sok olyan problémát okoz, ami a vegetáriánusok körében jóval
kisebb arányban fordul elő. Ilyen például az emésztőrendszeri daganatos betegségek, a szívérendszeri betegségek, köszvény, és még számos olyan betegség van, ami civilizációs betegség, tulajdonképpen némelyik a vezető halálokat adja nálunk is, és a nyugat-európai országokban is általában, és ez a vegetáriánusoknál jóval kisebb arányban fordul elő. Szóval ilyen szempontból még egészségvédő hatása is van annak, hogyha valaki áttér arra, hogy változtat az étrendjén, változtat az életmódján, hiszen általában aki megpróbálja ezt az életformát, az nem csak annyit csinál, hogy ki veszi a tányérjáról a húst, hanem elkezd új nyersanyagokat felhasználni, új főzési módokat, amik hozzák azt, hogy elkezd törődni a saját egészségével, és megismer új egészségvédő módszereket, mechanizmusokat, akár a konyhában, akár a konyhán kívül. Sokan ugye azért váltanak át erre az életmódra, hogy az állatokat védjék. Ön szerint valóban számít ez abból a szempontból, hogy az emberek kevesebb állatot tenyésztenek és ölnek le? Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat számít. Tulajdonképpen ez az egyetlen olyan megközelítési oldala a vegetáriánus életformának, ami semmilyen módon nem megkérdőjelezhető, hiszen erre nagyon-nagyon sok tanulmány van, ami kimutatta azt, hogy ökológiai és környezeti szempontból is, meg az állatok jóléte szempontjából, vagy az állatokkal való bánásmód szempontjából elképesztően jó hatásai lennének az egész környezetünkre nézve, hogyha minél többen lennének vegetáriánusok. De még az is nagyon sokat számít, hogyha beiktatunk akár egy-két ilyen húsmentes napot. Van is ilyen mozgalom, ez a húsmentes hétfő, amit már sok étterem is követ például, hogy a hétfőkön húsmentes menüvel várják a vendégeket. Konkrét példákat, ha tudná említeni, hogy mik lehetnének elérhetők ezzel az átállással, ha több ember követné ezt az étrendet? Például az egyik legfontosabb az a széndioxid kibocsátás, ami a nagy üzemi állattartásban nagyon-nagyon nagy szerepet játszik ugye az üvegházhatású gázok szempontjából. Tulajdonképpen a szarvasmarha tenyésztés az több széndioxid kibocsátása jár, mint az autóknak a kipufogó gáza, illetve ott van a víz felhasználás is, a húsipar és az állattenyésztés nagyon-nagyon sok ivóvizet használ fel, és a harmadik legfontosabb témakör az pedig az, hogy az állatokkal való bánásmód is megváltozhatna, hogyha kevesebben fogyasztanának nagy ipari állattartásból származó termékeket. Ha jól tudom, ön is vegetáriánus, ajánlja-e ezt az életmódot másoknak is, ha igen, miért? Igen, így van. Azért ajánlom, mert látom azt az elmúlt 15 évben saját magamon is, hogy például megváltozott ez a szemléletem az állattartással és az egészséges táplálkozás ökológiai terhelésével kapcsolatban, illetve látom azt, hogy mennyi egészségvédő hatása van, és ezeket csak megerősíti bennem az, hogy a vezető tudományos szaklapok mind-mind beszámolnak az utóbbi években azokról a hatásokról, amik a vegetáriánus táplálkozás előnyei. De hangsúlyozom, ez ugyanúgy akkor tud csak működni, hogyha valaki jól állítja össze az étrendjét és a saját szükségleteinek megfelelően. Ennek érdekében akkor javasolt felkeresnünk egy dietetikust, hogy egyénre szabott étrendet tudjunk követni? Igen, hogyha valaki egy életmódváltásban szeretné ezt megtenni, vagy például amiatt, mert érdekli őt az állatvédelem, vagy az ökológiai terhelés, és nincsen tapasztalata abban, hogy ezt hogyan lehet ezeket az újfajta nyersanyagokat másképp és több módon beiktatni az étrendbe, akkor mindenképpen érdemes, hiszen a legtöbb dietetikus tud ebben segíteni. Ennyi fért mai beszélgetésünk, még nagyon köszönöm, hogy itt volt és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét tartsanak velünk, újabb egészségügyi témákkal jelentkezünk. Viszontlátásra!